Közel 60 résztvevővel zajlott az ifjúsági egyházi gitártábor Hargitafürdőn. A Csíkszeredai Psalliter, azaz Zsoltározzatok Egyesület által szervezett táborban több helyszínen, több csoportban tanultak és zenéltek együtt a fiatalok. Csoportban zajlott az oktatás a Psalliter gitártáborban. A négy napos tábor alatt minden csoport két-három egyházi dalt próbált megtanulni, begyakorolni. Rengeteg szint van, tehát az emberkék is kezdődnek a legalapabb tudástól, aki még nem is fogott gitárt például a kezében, olyanig, aki már nagyon-nagyon sok dolgot tud, ezért vagyunk ilyen nagyon sok csoportba szétbontva, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára a megfelelő. Van, aki témában van, van, aki kevésbé. Én azért jöttem, hogy megtanuljam a gitározás alapját, és hogy jobban megszeressem a gitározást, mint eddig. Egy, két, hát, és... A Szent István templomban a haladók gyakorolnak. Két-három óra közös próba után már összhang van a zenészek között. Hogy cseréled ki a hót? Hogy tisztítod a hangszert? A zeneórákat követően többek között gitárkarbantartási képzésen is részt vehetnek a hallgatók, de a tábor szervezői más pihentető és szórakoztató tevékenységet is beloptak a programba. Sok ilyen közösség, csapatépítő játékot, meg mindenféle más programot is beletettünk ennek a pár napnak a programjába, mert szeretnénk, hogy új barátságok is szülessenek itt a tábor folyamán is, hogy tényleg, ha már összegyűl 40 fiatal különböző részeiről Erdélynek, akkor találkozunk egymással, jobban megismerjük egymást. A tavalyi járvány miatt elmaradt a gitártábor, talán épp ezzel magyarázható, hogy idén egy hét alatt minden helybe telt. A hetedik alkalommal szervezett tanulós, pihenős, csapatépítős rendezvény, látva a zenészek és zenéni tanulók lelkesedését, minden bizonnyal elérte célját, maradandó élmény nyújtott a résztvevőknek.